termálvíz készleteink végesek. Az Európai Uniós szabályozás szerint 2025-ig hazánkban is el kell végezni a termálvíz visszasajtolását. Ennek a technológiának a kidolgozásával foglalkozik az a GINOP pályázat, melyben a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontja is részt vállal. Rendkívül sok termálvizet veszünk ki a föld mélyéről, de sajnos ez is fogy, és ezért ezt vissza kéne sajtolni. Természetesen itt most azokról a cégekről van szó, akik ezeket a termálvizeket mondjuk üvegházak fűtésére, egyéb fűtés technológiákra használják. Itt nem a strandokról beszélünk, vagy a spákról beszélünk. És ezeknek a cégeknek ugye nagyon nagy mennyiségű víz elhasználása van, és ezeket a vizeket jelenleg ilyen hűtő tavakban tárolják, és kiengedik a felszínre. És nagyon sok esetben van olyan probléma, hogy évtizedek alatt ezek a kutak, amiket használtak termálvíz kinyerésre, ezek tulajdonképpen kimerülnek. Jelenleg ugye jobbára csak kitermelő kutak vannak, és ezen kitermelő kutak közelében egy úgynevezett visszasajtoló kutat is létre kell hozni. Ami azt jelenti, hogy ugye a kitermelő kutból, ahogy eddig is, kiveszik a melegvizet, és ezt a melegvizet egy rövid külső használat és tárolás után megfelelő technológiával vissza kell sajtolni abba a víztározó rétegbe nagyjából, ahonnan ezt kinyerték. Így sokkal hosszabb időn keresztül ezt a bizonyos termálvizet meg tudjuk őrizni. Az egyetem szerepe a konzorciumi projektben a jobbára az alapkutatáson lévő laborjainkban történő kőzetvizsgálatok. Ezekben a kőzetekben a meglévő pórusok, amiben visszasajtolni óhajtja az adott cég ezeket a felhasznált termálvizeket, ezek nem mennek olyan egyszerűen, hogy akkor kellő nagy nyomással csak simán visszasajtolunk egy másfél kilométer mélységbe vagy két kilométer mélységbe, hanem ismernünk kell azokat a kőzeteket és azoknak a kőzeteknek a fizikai és kémiai paramétereit, amelyekbe ezt meg szeretnénk tenni, és ennek megfelelően a mi feladatunk az az, hogy ezeket a folyamatokat kellően megismerjük, mármint amik a kőzetekben lezajlanak, és ehhez olyan receptúrát tudjunk adni, aminek segítségével ez a fajta kőzetekbe visszasajtolt víz megfelelő módon és kellő időn keresztül ugyanolyan sebességgel történhet, mint ahogy az első folyamatokban. Ennek nagyon fontos része az, hogy különböző kis pici szemcsék lehetnek magában a kőzetben, és ezeket a szemcséket a visszasajtolt víz mozgatja, és ezekkel nekünk tisztába kell lenni, hogy ezek a kis szemcsék például ne tömítsék el azokat a pórusokat, amiben amúgy mi vissza szeretnénk sajtolni a vizet.